Szevasztok, Mr. Soul vagyok, és ez a videó egy általam fejlesztett, böngészős, hát úgymond nevelde játékról egy kis bemutató, hogy mi is ez, és hogy érhető el, és mit lehet benne csinálni. A játékot, hát most van egy hete, hogy fejlesztem, és hát így néz ki. Mindjárt be is lépek, mutatom, hogy mik vannak. Belépek az én saját karakteremre, ahol nincsen addolva semmi, arra nekem, hogy tesztelgessek, van egy külön teszt felhasználó. Szóval, hát, ja, hát először regisztrálni lehet. Ha nincsen ugye felhasználatok, egy rövid leírás van, utána beírtak egy felhasználó nevet, nem tudom, Béla, aztán jelszó ASD, aztán AST, ki kell tölteni az e-mailt, ha nem töltitek ki, akkor itt írja pirossal, hogy nincsen jó a kitöltve, mert ugye ide e-mailt kell megadni. Hát adjatok meg valós e-mail címet, és akkor kaptok rá egy regisztráló e-mailt, ott tudok nektek írni, vagy későbbiekben ilyen hírlevelekre tudsz feliratkozni, vagy ha mondjuk levelet kapsz, akkor ide kapj egy értesítést, hogy jött egy új játékbeli leveled. Nos, hát akkor be is lépek. Íme az első oldalon egy elég tömény frissítésekkel ellátott oldalt találhattok. Itt szépen percre pontosan lenn ír, hogy mikor milyen frissítést írtam be a rendszerbe. Itt el lehet olvasgatni, hogy hogyan fejlődött a játék napról napra, percről percre. Aztán az egy héten, amíg én itt fejleszgettem. Így a mai napig. Most már ugye jelszóváltozás minden van. Itt egy pár alap dolog, hogy ugye beléptek a kezdő oldalatokra, úgymond. Akkor tudjátok, hogy lehet saját lényt létrehozni. Akkor dolgozni, vagy lottózni. Az mostani játékokkal játszani. Itt vannak szépen, hát menjünk szépen egy menüpontok van végig. Az áttekintésben megnézheted, milyen lényeid vannak. Nekem két lényem van, ez ugye a tesztelés szempontjából. Itt egy pár alap dolgot ír le róla, hogy hány napos, milyen faj, hányaszintű, meg mennyire éhes, és mennyire van az etetője megtöltve. Ha rákattintotok, akkor szépen előjön a kis lénynek az oldala. Itt van, hogy a kettes szinthez ennyi TP kell még. Tanulás még nem elérhető, itt egy kis kép róla. Itt lehet a munkát menedzselni könnyedén. Itt írja, ha készen van, írja, hogy meddig dolgozik, akkor ha rákattintott, hogy fizetés átvétele, amikor már készen van, akkor átjelenít a munka oldalra, és akkor át lehet venni szépen a fizetséget, ami általában tapasztalat, és cukor a tapasztalatot megkapja a lényed is, és a saját felhasználod is, a pénzt meg ugye a felhasználó kapja meg a cukrot. A poci az az éhesség, vagyis a jól lakottság, hogy mennyire van tele a hasa a lénynek, ez minden éjfélkor esznek, így szépen, hogy az első, a következő napon ezt fogják meg, utána ezt 7 napig lehet betárolni nekik kaját, és ha mondjuk nincsen kaja, akkor a boltban lehet vásárolni. Itt csak akkor látsz számot, hogyha van szabad nap, és utána szépen megveheted. Jó, menjünk vissza a lényünkhez, ugye itt gyors menüből elérhető minden lény, akkor menjünk át a másik lényhez, ő is ugye dolgozik 16:47-ig. Hát akkor nézzük. Hát majd utána megyek a munkára, akkor jön a következő, a profilom. Hát a profilom egy elég egyszerű kis oldal. Itt kiír, hogy mennyi pénzed van, hányaszintű vagy, mennyi TP-d van, mennyi kell a következő szint lépéshez, nem sokára megvan, az elért céljaink, ezek ilyen achievementek. Akkor lehet itt szöveget írni, profil szerkesztésnél. Hopsz, itt eltűnt a háttér. Lehet írni. Videó kész. Lehet új képet feltölteni, feltöltés után újra vissza kell jönni a szerkesztésbe, de szövegszerkesztésnél itt a mentésre rányomtok, akkor itt megjelenik, hogy videó.
A jelszót lehet újat beírni. Beírjátok a régit, kétszer az újat, és lehet is az új jelszóval belépni. Itt van ez az egyedi meghívó. Itt ki tudjátok jelni Ctrl A-val, vagy elmentek kizárat a végig. Kimásoljátok, jobb gomb, másolás. És ezt elküldetek a barátaitoknak, ismerőseiteknek, akkor itt, mint látjátok, az én linkemen már 22-en regisztráltak, és ezért én kaptam, azt hiszem, 66 cukrot. Azért vagyok ilyen gazdag. Jön a következő, a postaláda. Az új levelek, a régi levelek és a küldött levelek. Mindegyikből 3-3 jelenik meg, az új levelekből az összes. Könnyedén tudtok így válaszolni, más játékosoknak címzett teszt, ugye teszteltem a karaktert. Szépen lehet válaszolgatni, és meg lehet nézni a régebbi leveleket. Mondjuk azt hiszem küldött levelem van, nincs abból se több. Szóval mondjuk lenne 5 küldött leveletek, az utolsó 3-at megmutatja, hogy mondjuk tesztel, beszélgetsz, és akkor látszod, hogy mit írtál. Ha ő nem ír, akkor írsz megint neki. Itt tudsz válaszolni az utolsó 3 jött levélre. Ha van egy új leveled, és úgy járkálsz az oldalon, akkor ki fog érni, hogy van egy új levél. Itt a menüpont neve átvált. Akkor itt van maga a munka, itt kiválasztod, hogy melyik lényednek szeretnéd a munkát menedzselni. És ugye ez a menü ugyanaz, mint ami a lényeknél látható. Plusz még annyi, hogy meg lehet szakítani a munkát. Ezzel ugye elvész az idő, amit belefektettél a munkába, úgymond nem kap semmi jutalmat érte, és akkor beállíthatsz mondjuk egy kevesebb órásat. Visszamehetsz és menedzselted a másikat. Ja, azt elfelejtettem, hogy a lények, ha munkát vállalnak el, akkor fáradtságuk növekszik. Minden nap 15%-kal csökken, annyit pihennek a felhasználók és a lények, de mondjuk egy óra munka az 1% fáradtságot jelent, és akkor bárány számlálás 8, akkor 8% napi 15 órát, ha dolgozik, akkor még kibírja, úgyhogy nem fog elfáradni soha. Ezt még ugyanígy a lényemnél elfelejtettem az éhséget mondani, hogy az minden nap 10%-kal csökken, így ha 10 napig nem eteted, akkor meghal az állatod. Ezért kell szépen etetni. Ha mondjuk almát veszel, vagy paradicsomot, azok ugyanannyit adnak hozzá, mint amennyi elvész minden nap, így szinten tudod tartani, de mondjuk ha már 10%-nál vagy, akkor bevásárolsz répából, és akkor szépen föl lehet tolni, mert ez 8%-ot ad 5 helyett. Jó, akkor a munka megvan, itt vannak a játékok. Hát egyelőre még egy van, de gondolkozok, hogy lesznek újabbak, hisz kell is, itt kell tartani a játékosokat, titeket. Itt van a dottó. Ezt kiírtam a szerver időt, mert még mindig van probléma azzal, hogy hajnal 0 óra 05 perckor lesz a sorsolás, de egy óráig nem írja ki az eredményt. Hát ez van. De még próbálkozok vele, hogy időben kiírja. Hát tegnapi nyerőszámok ezek voltak, 15-en játszottunk. Az én nyerőszám ezek voltak, és nem nyertem semmit. És itt vannak az újabb számai, mert én megtettem a téteimet. 3 ablak jelenik meg, kiválasz az 1-es, 2-es és 3-as számodat, és utána lehet beküldeni. És akkor várhatod a holnapi sorsolást, illetve a ma estit. A következők a listák. Itt megnézheted az összes regisztrált felhasználót. Vagyunk egy páran. Itt az összes lényt. Itt is van egy jó pár lény. Rengeteg. A következő a célok. Ezek az achievementek. Ő pirossal jelzi azt, amit már megszereztél, ugye a jutalom azt már járt és érte. A szürkével pedig azt, ami még nincsen meg. Az első fejlődés például 5-ös szint, 40 embert hívtál meg, lottó, 3-as találat, ilyesmi. Szóval nem csak, hogy a találatért kapsz pontot, illetve cukrot, hanem még kapsz TP-t és cukrot azért, ha mondjuk egy 3-as találatod volt, akár kaphatsz az első 5-ös találat, vagy 3-as találatodnál, nem is tudom, 70-et. 70 cukor, ha nem lép be szinte senki.
Hát igen, az a dolgoz 50 órán át, 100 órán át, tehát ebből lehetne mondjuk 1000 óráig is fölvinni, de szerintem még így az elején elég fölösleges. De majd még írok bele, nem nehéz ezt felfrissítenem. Mondjuk, ha már mindenki 30-as szintű, akkor beteszem azt, hogy legyen 4 lényed, 5 lényed, és azért is kapsz pontokat. Jó, hát jöjjön a következő épületek. Itt egy kis bank, egy kis malac figurával, hogy ez a lottóból, illetve a játékokból begyűlő pénz. Minden éjfélkor számolja újra, hogy ki vett lottót, és annak az összegét hozzáadja, ebből kiveszi a nyereményeket. És hát ugye az egész játék úgy van, hogy nincs végtelen pénz, mármint magának a szervernek se, hanem látjátok itt a bank is gazdálkodik egy kis pénzével, ugyanúgy, mint a bolt. A boltban ugye itt lehet vásárolgatni, ugye elérhetitek ezt a lényeg menüpontból is, itt kis kosárra kattintva. De itt van a bolt info is, itt van neve varázsbolt, ennyi pénz jött be eddig a vásárlásokból, 200 almát vettetek, 47 epret, 21 sárgalépet és 26 paradicsomot. Itt minden zöldség, gyümölcs, ami vehető föl lesz sorolva, és szépen mindig hozzáadódik a vásárlások összege. Tőletek levonódik, de a bolthoz hozzákerül. Havonta a bolt az adózik a banknak, így a bank pénze is jóval nő, de lehet, hogy ez hetente fog nőni. A későbbiekben lesznek saját házaitok, saját boltjaitok, akkor nektek is kell ugyanúgy adózni, és ez mondjuk akkor legyen hetente, hetente levonódik a pénzetekből, de ugye nálatok mondjuk vásárol valaki, akkor ti azért pénzt kaptok. Egész jó kis rendszer van a fejemben, ez szépen meg is fog valósulni hamarosan. Hát nézzük a következőt, az üzenőfal. Ez csak egy egyszerű üzenőfal, mindenki írogathat hozzá, ha hibát találtok, akkor beírjátok, én látni fogom, és akkor kijavítom. Itt lehet beszélgetni. A saját üzeneteidet törölheted, a más üzenetét pedig nem, rákattintatsz a nevére, és megnézheted az ő felhasználói profilját. Itt láthatod, hogy mi a kiírása, milyen lényei vannak, a profilképe, és írhatsz neki üzenetet. Itt látjátok, hogy írok Dave-nek. A következő a statisztika. Itt egyszerű statisztika látható, hogy hány regisztrált felhasználó van, hány született lény, ki az utolsó, melyik a legújabb lény, akkor kihívott meg és hány embert, és ezért mennyit kapott, hogy úgymond motiváljon, hogy ti előrébb kerüljetek. Itt van a bolt, hogy miből lett a legtöbb vásárolva. Majd ha lesz több játék, akkor a bank is, hogy mennyi bevétele volt és miből, melyik játék a legnépszerűbb, ki nyert a legtöbbet, ilyesmi is bekerül majd a statisztikába. Köszönöm, hogy munka, ki dolgozott a legtöbbet, Béla Bogár, akkor rá lehet kattintani, és akkor kiadja, hogy ki a tulajdonosa, ugye teszt. Ezt a karaktert majd ugye lebutítom, hogy azért legyen esélyetek neked is, nektek is fölkerülni, de például a Poti az én saját karakterem, ami ugye nincsen módosítva semmi, dolgozik szépen napról napra. A célok, hogy ez hány darab cél van teljesítve, ugye láthattátok, a tesztelem ugye a célokat, Dave-nek már három, és láthattátok, hogy szólnak már nekem elég sok. A gazdagság pedig a három leggazdagabb játékosnak a pénzét. Ugye teszt ugyanígy itt van, de ezt majd le fogom butítani. Jó, hát itt van, ugye meg lehet nézni a profilodat, mint külső. Külső profil, mintha nem te lennél, de így azért mégiscsak jobb, hogy látod a TP-det és mindent. Vagy itt vannak a céljaim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Őha, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 20, 9 cél van már megszerezve. De a statisztikába még csak 7 darab van beírva. Ez azért fordulhat elő, mert nem látogattam meg azt a helyet, ahol megkaptam a célt. Nekem ez a dolg az 1 órát, szerintem ez a 2 nincsen benne, mert én bőven ledolgoztam ezeket az órákat, mikor már ezt a célrendszert betettem. No. Hát, íme ez a kis játék.
Remélem minél többen jöttök, így is elég sokan vagyunk. Minél többen vagyunk, annál több dolgot lebírok tesztelni, és annál több dolgot tudok úgymond fejleszteni magamban. Ezzel fejlesztem magamnak a tudását, a PHP, JavaScript, jQuery, HTML5, és minden, ami már benne van a játékban. És ugye egy jó játék lehet játszani. Hát jó, hosszan beszéltem a kis játékról. Ó, és majd elfelejtettem, hogy egy felhívás is ez a videó, hogy ha csináltok egy videót a játékról, bemutatjátok röviden, vagy akár hosszabban, és elkülditek azt nekem, mondjuk ez a videó alatt megadjátok a linket, vagy e-mail címet adok, és azon elkülditek nekem a videó linkét, megnézem szépen, értékelem, és annak függvényében a játékon belül cukrot kaptok, ugye, az a pénz. Mondjuk, ha csinálsz egy nagyon egyszerű videót, hogy menjetek föl ide, varázslöny.bl.ee, menjetek föl ide, akkor ezzel mondjuk kapsz 25 cukrot. Ha mondjuk olyan videót csinálsz, hogy teljesen részletesen minden, elmagyarázod, hogy mi, hogy, és tényleg sok felhasználat tudsz azzal odavonzani, akkor akár 100 cukrot is kaphatsz, és még TP-t is, hogy fejlődj, hogy minél több lényed legyen. 10 szintenként lehet új lényed, és akkor elég hamar el tudod érni, hogy csinálsz egy jó videót. Ugye csinálsz egy videót, kiteszed a saját linkedet, és akkor utána regisztrálnak egy csomóan, te fejlődsz, és minden ok is. Nos, hát ennyi lenne röviden ez a játék. Remélem tetszik az embereknek. Én Mr. Soul vagyok, és ez pedig az mostani néven még a varázslatos lények böngészős nevelde. További szép napot, szevasztok!